van négy végtagunk, van egy lábdob, van egy pergődob, amit akkor van tam, és vannak gyönyörű cintányérok. Akkor együtt az egész. November 15-én Budapest főváros közgyűlése Budapestér díjat adományozott Martonosi György, aranydobberű díjas dobművész, dobtanár, hazai és nemzetközi ütős fesztiválok, kurzusok szervezője, résztvevője, 2019-ben az év zenepedagógusa számára. A főváros jazz életét gazdagító szervezői, dobtanári és előadói tevékenységéért. Laktunk Zuglóban, egy ilyen U-alakú házban, és mellette volt egy kultúrház. Na most a koromhoz képest az nagyon régen volt, nagyon-nagyon régen. Lehettem olyan ötödikes, és kultúrházban időnként volt táncest, és ott hallottam meg, hogy valami borzalmas ronda dobhangot, ilyen hatalmas nagy dobból, és ott kezdődött. Utána bekérezkedtem oda, és azon kezdtem gyakorolni. Zongorista szerettem volna lenni, csak hát a körülményeink nem olyanok voltak, később pedig lusta voltam, és maradt a dob, mert azt ösztönösen tudtam uralni. És már nagyon korán játszhattam nagyon nagy nevű zenészekkel, többek között Kertész Kornéllal tőle tanultam sokat. A magyaroknál annak idején Kovács Gyula volt a meghatározó az országban, külföldön volt a John Morello, Elvin Jones és a Max Roach, tehát az öreg fekák. Nagyon érdekes pályaindulásom volt, mert Ausztráliában és Új-Zélandon kezdtem a külföldi pályafutásomat Haki Tamás és zenekarával. Mi voltunk az első magyar koncertező együttes azon a földrészen. Fantasztikus élmény volt az Edőleiri Fesztivál. Hát utána az történt, mint mindenkivel, mint minden magyar zenésszel, hogy elindult szépen a vendéglátó felé, és akkor különböző helyeken, ugye műsoros helyeken léptünk fel a világ minden táján szinte. Akkor Magyarországra hazajöttem 90 körül, de már előtte is mindig összeültünk Papp Tamással, Soltival, hogy hát mennyire elmaradott Magyarországon a dobtanulás, a dobtanítás, és ők is foglalkoztak azokkal a külföldi kottákkal, amivel én is. És így kialakult egy kis szövetség, és elhatároztuk, hogy mi most megreformáljuk a magyar doboktatást. Na most abból nekem annyi maradt, hogy írtam kottákat, és magániskolában voltam csak hajlandó tanítani, mert képtelen voltam a maradi anyagokból tanítani, és ez bejött nekem nagyon jó a kurzusaimon is, és hát nagyon jó nevű tanítványom lettek. Nekem ez egy gyönyörű életút volt, de azért itthon jó volt megnyugodni. És elkezdeni szervezni jazzklubot. A Vigyázó Sándor művelődési ház, ami a Dózsa művelődési házból. És hát ez egy nagy álom volt, a cégek hozták a legnagyobb külföldi neveket, megindultak ezek a dobosgálák, meg most lesz a 25. Jobban ismerik Japánban a 17. kerületet és a Dózsa művelődési házat, mint budapestiek. Igen, mert nagyon sok külföldi világsztár lépett itt fel. Sok vágyam volt. Lehetőséget kaptam a Zenész magazin, a dobklub megírása, 100 példányba írtam 10 éven keresztül. Úgyhogy ez egy óriási dolog volt, hiszen egy egész országot tudtam új módszerekkel tanítani idézőjelbe. Aztán volt a rádió, ahol nekem volt a leghosszabb jazz műsorom, heti 5 óra. A zene az olyan helyről jön, ahol nem a szavak vannak, tehát nem a tudat van, hanem az ösztön. Na most van egy olyan réteg, aki csak a tudatával muzsikál,
És van egy réteg, aki a kettő párhuzamba, vagy pedig túlsúlyba engedi azt, ami fentről jön. És én ahhoz oda tartozom inkább.